Bethlen Gábor Református Általános Iskola óvoda ügyes kezek, okos fejek, tehetségkereső, tehetségfejlesztő szakköre a Nemzeti Tehetségprogram támogatásában részesült. A program által a logikai, matematikai, a természeti és a térbeli vizuális tehetségterületek kerülnek fejlesztésre. Az iskolai felső tagozaton működő tehetséggondozó programba történő beválogatást segíti elő az ügyes kezek, okos fejek szakköri programa 4. évfolyamon. A tehetségígéretek a felsős tanárok által vezetett órákon játékos formában, változatos munkaformában saját élményekkel gazdagodhatnak. A térbeli vizuális területen kreatív módon hoznak létre alkotásokat, a matematika-logika területen a sokoldalú probléma megoldó gondolkodás fejlesztése történik, a természeti területen pedig például kísérleteket végeznek. Simonné Gulyás Ilona kémia tanár irányításával a kísérletek során megismerkednek a háztartásban fellelhető folyadékokkal, azok viselkedésével. Az otthon is megtalálható anyagok vizes oldatának kémhatását analizálták különböző indikátorokkal, lilakáposztalével, céklalével és fenoftaleinnel. Ezek több kémhatásúak is lehetnek, például savas, nyúlvos, mint ez, és lehet semleges, mint ez. Az elemzéseket párokban, munkamegosztással végzik. A valódi laboratóriumi vizsgálatokhoz hasonlóan jegyzőkönyvet is vezetnek a tanulók a tapasztalatokról. A szakkör célja a biztos alapkészségek elsajátításán túl a tehetségígéretekre való odafigyelés és a tehetségterületeken olyan kínálat biztosítása az intézményben, mely módot és lehetőséget ad a tanulóknak több sajátos területen saját élmény szerzésére.